És akkor itt vagyunk, és a mai etap megyünk Balatonbelé, és egész végig ide kezd helynek. Van élet most ott, sok szörfös, kötelező fotózkodás megtörtént. Hú, de jó hűvös van! Vigyázz, kerülgedj! Ezt nem hiszitek el, el kell mondjam, ugye mondtam a túr elén, Erikának kutyafóbiája van. Hol álltunk meg inni? Egy kutyastrand mellett. Összepakolunk, és a 8 óra fele indulunk. És szépen kell fel a nap, szuper időnk lesz ma is, sőt, talán túl meleg is. Tegnap nagyon párás meleg volt. Intézem már a papír dolgokat így reggelre. És megyünk a recepcióhoz. Kérjük vissza letéti pénzünket. Recepció 8-kor nyit. Még alszanak. Úgyhogy most már még a negyed óra megvárjuk. Na, itt a bejárata a kempingnek, ebbe a kempingbe voltunk. Várjuk a recepciós nénit, mert vissza kell kérnünk a 12.000 forintot, 10.000 kauciót kértek a maga a helyiségért, és 2.000 forint kauciót pedig a kártyáért, ilyen kártyás rendszer van. És akkor is indultunk, sikerült elintézni a papír dolgokat, visszakaptuk a pénzt, és ugye elgondolkodtam, oké, kifizetem a 10.000 kauciót, ezt visszakapom, de egyébként a logika az diktálná, hogy ilyenkor valaki eljön velem, és megnézi mondjuk a szálláshelyet, hogy rendben van-e. Mert ugye így honnan tudják, hogy én ott zúztam, törtem esetleg, vagy bármit elrontottam. Csak közben itt elkeveredtünk, vagy hát lehet kellett jönni egy ilyen vasúton. Azt abba hagytam a dumát. Szóval nekem a logika az diktálna, hogy ilyenkor azért, ha lerakom a 10.000-et, akkor valaki odajön, megnézi, rendben van, köszönjük szépen, visszakapja a 10.000-et. Hát jó, örülök, ha nem jön oda senki, nem? Persze, mert az is több időt vesz igénybe, csak ha már kaukciót kérnek, akkor nem így kéne működni ennek. Hiszen azért kérik, hogy ha olyat csinálok, akkor az nem jár vissza. Most ő arról nem győződött meg egyáltalán. Tehát fölösleges procedúra ez az egész, úgy gondolom. Na hát az, hogy 8-kor nyit egy ekkora kempingnek a recepciója, az meg hát nem. Még nem 7-kor. Így vártunk ott, hogy fél órát már rég úton lehetnénk.
Egyébként azon is elgondolkodtam, hogy fizettünk ezért az egész 38 ezer forintot, és hát 40 ezer forintból már lehet, hogy egy panzióba vagy egy szállodába is kapok esetleg helyet, vagy egy kicsivel többet kell rátennem, és azért az mégiscsak más ellátás, lehet, hogy még reggelit is kapok mellé. Úgyhogy az elég drága volt. Úgyhogy ezt akartam így elmondani, nem panaszkodni, csak a tapasztalataimat. És akkor folytatjuk innen tovább a balatoni körtúránkat. Tartunk Balaton-Fenyves felé. Ilyen kilátópontok, már magasabb kilátópontok nem lesznek. De meglátogatunk egy-két nevezetességet azért. És hát Keszthely, az meg ugye Balaton fővárosa. Már ezen mindig vitatkoznak, mert ugye Siófokra is mondják, meg Balatonfüredre is. Hát szerintem Keszthely a Balaton főváros, én ezt úgy gondolom, és mondjuk úgy, hogy a déli part fővárosa Siófok, északi part fővárosa pedig Balatonfüred. És Erika is teker, ott van. Megvagy? Nyomja, szegényke, bírja még, bírja. Jó, reggelen állódik azért. Estére nagyon elfárad, de reggelre állódik, mert ha esetleg aki most kapcsolódik be ebbe a sorozatba vagy filmbe, akkor ugye neki ez az első ilyen csomagos, többnapos túrája. Régen a Dunakanyarba egy-két napra eljött velem biciklizni, de ez a első, ami húzósabb. És érünk be Balatonfenyvesre. De ezt is csak itt a vonatállomáson, nem, itt pont itt a tárgó. És talán kiszúrtam volna, mert nagyon egybe van itt épülve minden. Az időnk ma is tökéletes lesz, sőt, talán túl jó is. Nagyon párás a levegő és nagyon meleg van. Most még kellemes, így reggelre, de ahogy múlik majd az idő, egyre melegebb lesz, ez már biztos. Azt hittük tegnap este, hogy lesz egy kis zuhé, mert eléggé nagy felhők gyülekeztek. Akartam csinálni ilyen szép felvételt a naplementéről, de hát teljesen befelhősödött Bagyacson felett, úgyhogy azt arról is lemaradtam, csak egy pár fotót csináltunk. Úgyhogy az kimaradt. Aztán még, amit ugye nem láttatok, hát a fürdés után elmentünk, és akkor megvacsoráztunk egy étterembe. Igen, kicsit jobban elengedjük ezt, mert szép kártyával fizetünk, és azért az ott egy kicsit megengedőbb az ember. Erikának van szép kártyája, és hát azért fogjon róla a pénz. Kicsit ott jobban megengedi magának az ember, ugye, mert csak ez ilyenekre tudja elkölteni. És már azért elég sok helyen, nagyobb helyeken azért már lehet szép kártyával fizetni. Nem is tudom, talán első nap, ahol ettünk, ott nem fizettünk szép kártyával, meg ugye az ilyen fagyikért. Hát de most ezt így megengedjük magunknak. És továbbra menve itt is ilyen lejárók vannak egész a Balcsig. Aztán úgy tudom, hogy ez az északi parton meg fog szűnni. Már legalábbis, hogy a szabadstrandos rész, ott jóval kevesebb van. Mert Balatont ugyan ismerem, de körben nem tekertük, mint a film elején biztos mondtam. Tehát biciklis szemszögből nem ismerem. Kéne keresnünk valami jó helyet, azt megreggelizni. Éhes vagy már? Mert... Jó, még várunk. Akkor figyelj, szóljál majd, és akkor elkezdem nézni a helyet. Mert aztán megreggelizünk, keresünk valami jó kis reggelizőhelyet. Ott vettünk a camping mellett, volt egy kis ABC, vettünk paradicsomot, meg ilyeneket, ezt megesszük. Azt tervezem, hogy ha nem felejtem el, akkor egy kis ilyen térképes beszámolót tartok az elmúlt két napból, nagyon rövidkét, hogy mik történtek, meg merre mentünk. Bár nem van bonyolult, mert a Balatont kerüljük meg órajárásával megegyezően. Úgyhogy a Balaton mindig jobbra van tőlünk.
Hello. És úgy tekerünk tovább. Persze, mint ahogy láthattátok a filmben, csináltunk nagyon gyönyörű szép kis kitérőket, mert így szeretjük a Balatont mi, hogy egyszerűen van egy hiányérzetem, hogyha itt eltekerek, balra felnézek, és látok ott egy kilátót. És ráadásul egy olyan kilátót mondjuk, ahol én még életemben nem jártam, és bár le lehet ezekről mondani, de van egy olyan rossz hiányérzet az embernek, én ezt így élem meg. Úgyhogy úgy van ez az egész betervezve, hogy ezeket, amit én szerettem volna, mert mindent nem lehet, elmegyünk és megnézzük. Hát sajnálom tegnap, hogy a gömbkilátót Erika nem tudott oda följönni, vagyis hát körülményes lett volna fölmenni. Azt sajnálom. Ő már annyira nem, mert nem akart mászni. Azért jó lett volna, ha saját szemével is megtapasztalja milyen, mert azért annyit megért szerintem. De az egész úgy az a várdomb, azzal a kalandparkkal nagyon hangulatos hely gyerekekkel. Azt nézem, hogy tőlünk, velünk párhuzamosan ott a Balaton mellett is megy egy út, mert a kerékpárút itt vezet, de hát már lemegyek oda, megnézzük. Hát találunk valami jó kis reggeliző helyet. Na, biciklivel behajtani tilos. Oda. De azért itt mégis jobb tekerni, mint... Igen, ez valami szabad strand lesz, talán. Hát azért csak hangulatosabb itt végtekerni, mint egyel feljebb. Mindenhol kirakva, hogy biciklivel behajtani tilos. Szerintem leszarja mindenki egyébként, de én nem. És még egy pár pillantás innen szemből a Badacsonyra, mert lassan más kilátás lesz. És érünk be Balaton-Mária fürdőre. És a Balaton-Mária fürdőn így letértek. Kerékpárútról a Balaton felé, akkor ilyen fasz a kis kiépített pihenő helyet lehet itt találni. Hát ez nem hiszem a strand, de van ilyen múlója, de ne, van ott lépcső, le lehet menni. Nagyon picike kis strand. És egy ilyen, lehet vécézni, zuhanyozni. És a hűvös, ilyen hűvös részen ott telepettünk, de mindjárt megreggelizünk. Van kulturált vécé is egyébként, de még vele is lehet zuhanyozni. Kipakolunk és megkajálunk. Úgyhogy szuper helyet találtunk, megérte keresgélni. És hát most ilyen reggelit fogyasztunk. Otthonról hozott gyulai kolbász, erős paprikával, kis paradicsommal. Jó étvágyat. Hát tejet ittam volna, de ennek el kell fogynia, hogy ne cipeljük a kólát. Meg még most hűvös, még hideg. Azt mondja Erika, hogy jobb, mint a kemping volt. Jó, hát azért a túlzás. Egyébként azt elfelejtettem mondani, hogy ott még egy ilyen okos pad is van, úgyhogy lehet még tölteni telefont is. Na, és akkor itt vagyunk, és megért, ott megyünk Balatonberény, és egész végig ide kezd helynek. Ez a mai program. Erika elment elmosni a tálakat. Egyébként azt nézem, hogy szerintem ez is itt a strandolók használják ezt a részt. Ja, ez a hátsó része a strandnak teljesen. Na, akkor ugye a térképről eszembe is jutott. Akkor, tehát első nap innen indultunk, Balaton Almádiból. Hát itt kihagytuk a Óvári kilátót. Lehet, hogy már megpróbálnánk, de minden esetre kimaradt. Ugye eljöttünk Balatonfűzfőt, Balatonkenese, végig itt ezen a keleti parton, aztán kanyarodtunk le Világosnak. És tartottunk a déli parton, Siófok, Zamárdi, és itt Tihanyjal szemben ebbe a kempingbe szálltunk meg. Rév kemping volt a neve, majd haladtunk ugye tovább Földvár, Szántód, Szemes, Lelle, Balaton, Boglár, és itt Fogyódon szálltunk meg a Napsugár kempingbe, itt volt a bungalónk,
és most haladunk tovább. Erre is most Balatonmária fürdőné járunk, és a mai etap lesz Keszthely. Úgyhogy ez az elmúlt két nap, illetve ez pedig a mai nap lesz. Na és akkor hagyjuk el Balatonmária fürdőt, és indulunk Balatonberény felé, ami 9,5 km, mint ahogy a tábla is mutatja. Megreggeliztünk, kávéztünk, volt kultúrált toalett, úgyhogy a reggeli dolgainkat is elintéztük. Frissibe vágunk neki a következő jó pár kilométernek. Hát, hogy ez már Balatonberény, szerintem ez már az lesz. Nem tudom. Van forgalom, ringás és gyalogos is. Balaton keresztúr. Elnézem így a bringásokat, a csomagos bringásokat, némelyiket. Én beleőrülnék, hogyha hátizsákot kellene cipelnem ebbe a melegbe a hátamon. Nem tudnám elviselni. Jó, mondjuk nem alkalmas a bicikli arra, hogy csomagokat vigyen, akkor nincs más, akkor csak így. És hagyjuk el Balaton keresztúrt, megyünk Balatonberény felé. Gyere, nem jön semmi! Elég rossz minőségű kerékpárúton. Ilyen dimbes, dombos hullámzik. De itt legalább most jó hűvös. És nem a főúton kell menni. Egyébként jó megélénkült a kerékpáros forgalom. Tök sokan voltak. Ott megy a kerékpárút, és megálltunk egy kicsit itt a hűvösbe. Meg bekukkantottunk ide aztán. Mert még most van sokat nem voltunk a Balatonpart mellett. És a Balacsony egy másik szögből. Ez jó a kerékpártúrában, vagy haladunk délnek. Ugye a hegyeket mindig más oldalról látjuk. És megyünk tovább Keszthelynek. És még érkeztünk Balatonberénybe. Itt a tábla előtt álltunk meg egy kilométerre, vagy 500 méterre talán. És elfordulunk itt jobbra, letérünk a kerékpárútról ismét. Mert ha minden igaz, akkor itt megnézzünk egy kicsi kis szigetet. Ami ott van szembe. És mindjárt megnézzük, hogy hol tudunk átmenni. Ez az úgynevezett Csicsergő-sziget. Vagyis félsziget, de valamikor sziget vízállástól függ. Szerintem a biciklit be se vesszük. Itt vagyunk a Csicsergő szigetnek a legszélébe. Azt nézzük, de szerintem ott még van arra sokkal szebb rész is. Úgyhogy mindjárt felderítjük mi ezt. Ott a sziget. És keresünk valami normális lejáratot, vagy feljáratot oda. Hát ez nem fog menni, ott kell bemenni. Az a sziget, hát én azt gondoltam azért, az jobban ki van építve és gondozottabb, de és egyszer nem tudunk átmenni, ugye annak a szélébe voltunk, és nem látunk semmi átjárót. De egyébként innen meg valami kikötő rész van, úgyhogy arra szépen ápol strandot látunk, mindegy, megállunk kicsit a fák alatt, aztán megyünk tovább. Egyébként rengeteg madár van rajta, és azért Csicsergő sziget, mert rengeteg madárfaj megtalálható itt. És
És a vízállástól függően ez vagy sziget, vagy félsziget is lehet. Lehet, hogy éppen most sziget. Bár ott a másik felé át tudtunk volna menni, ott lehet, hogy van benne egy gyalogösvény. Lehet, hogy van. Elég dzsumbolyos, de gondolom a madarak miatt hagyják így meg azért. Na minden. És tartunk vissza a Balaton körútra. Na, itt is van, és akkor haladunk, tartunk Keszthely felé. Ezen elég rossz minőségű kerékpár úton, de még mindig jobb, mint a főúton. Ott mi a kerékpárútként, és nyomtunk egy ilyen satúféket, mert megláttuk ezt a szép kis kilátópontot. Van élet most ott, sok szörfös. És már innen a Badacsonynak a déli oldalát látjuk. Adjál neki kenyeret, van? Nem fogjátok elhinni, elindultunk, 200 méterre jöttem vissza, itt hagytam a kamerát. Ide volt lerakva. Még jó, hogy egy olyan helyen vagyunk, ami nem forgalmas. És jó, hogy észrevettem időbe. Szerencsé, hogy van egy olyan jó szokásom, akkor elindulunk valahonnan, bárhonnan, akkor mindig beszoktam nézni ide a kis táskába. A telefon, pénztárca, iratok, meg a kamera megvan-e. És hát így vettem észre, hogy hoppá, hol a kamera. De meg lett, úgyhogy megvannak a felvételek is. Megyünk Keszthely irányába. Most, hogy nincs annyi nézelődés, nincs annyi minden bejelölve nekem, hogy mit szeretnénk megnézni, az a kevés, az még nagyon közel is volt, tehát nem voltak kilátók, nem voltak nagy lekanyarodások. Már egyből gyorsabb is haladunk egyébként. Sokkal jobb időt futunk. Hozzáteszem, nem ez a cél. Csak, hát igen, ez azért nem akartok nézni egy-két látványosságot, letérni a kerékpár útról, azért több időt vesz igénybe, értelemszerűen. Lassan már élünk be Keszthelye. Ó, egy kicsit még odébb van, de talán az lesz a következő település. Hello. És hát azt nézem, hogy abszolút semmi
minden jól van jelölve, semmi térkép, semmi GPS nem kell ahhoz, hogy ezt a körtúrát teljesítse az ember. Én is csak akkor nézem, hogy GPS-t, amikor valamerre el szeretnék menni. És mint tájékozódás. Egyébként, ha csak a körtúrát mentek, akkor abszolút nem kell semmi. Gyönyörűen jelölve van már minden táblával. Nemrég egy cikkben még azt olvastam, hogy sok helyen nincs jelölve. Nekem az a tapasztalatom, nem tudom mikor cikk volt, lehet, hogy egy 3-4 éves, de most az a tapasztalatom, hogy minden jelölve van, hogy merre menjünk. Felfestve is van, és táblákkal is van jelölve. Többfajta táblával ráadásul. És kezd helyett egy ilyen vadonatúj kerékpáros rész van. Szerintem még teljes egészében nincs kész, nem adták át. De jó lesz, ez már jó, széles. Na, ez tökéletes lesz. Szuper. Ezeket jó látni. Jó látni, ahol adom az 1%-omat, abból legalább történik valami. Én 1%-omat mindig ide a kerékpárosok magadom. Építik az új kerékpárutat. Le is volt zárva ott annak a útnak a másik oldalán, és akkor le vagyunk terelve most egy ilyen kis mellékútra. Itt valami nagy építkezés megy, és néztük, ilyen alagutas kerékpárút is lesz a másik oldalt. Szerintem időkérdése is átadják, mert elég előrehaladott állapotban van. Na, merre megyünk? Nagyon le vagyunk terelve. Ja, jobbra ott át a alagút. Ajaj! Gyere, anya! Elférsz? De jó hűvös van! Vigyázz! Kerülgedj! De izgi! Meg vagy? Fasza! Nem jön, hát akkor megállunk. Na, és akkor ki is lukadtunk. De itt, ahol építkeznek, és le vagyunk terelve jobbra-balra, itt is gyönyörűen szépen van jelölve. Mondom, azért az évek óta tart már. Na, itt jöttünk, itt már kerékpárúton. És hát már akartam állni az alatorkolatánál, de pont ott folynak a nagy építkezések, úgyhogy át is siklottam felette. Átmentünk az ala fölött, majd lehet, hogy bevágom ide. De el akartam ott a torkolatnál mindenféleképp mondani, hogy ugye az ala táplálja a Balatont, vagy az a fő vízforrása a Balatonnak. Sok minden más is még, de az ala fő vízforrása. Onnan kapja a legtöbb vizet, 126 km hosszú, Őrségben ered egyébként, onnan folyik ide bele a Balatonba. Úgyhogy ezt szerettem volna ott elmondani, meg megmutatni, csak nagyon átsiklottam ott felette. Megyünk tovább Keszthelynek. Arra. Pár kilométerben vagyunk Keszthelyen,
Erika is jön, tartja a tempót nagyon szépen. Kicsit fáradt, azért meg szoktunk állni, onnan ismerem a tempóját, már tudom mikor kell megállni egy 2-3 percre. Annyit elárulok azért, hogy mi Erikával kezd helyen még soha nem voltunk, ugyan nekünk ez egy nagyon, például ez egy új dolog lesz, mert Balatonon sok helyen voltunk már kezd helyen, csak átutazóba voltunk. Így autóval átmentünk, aztán ennyi volt, de így még soha nem voltunk, hogy körül is fogunk nézni. Ezt nagyon várjuk. Na, meg vagy? Úgyhogy a keszhely az nekünk is egy új dolog lesz. Főleg így kerékpárral. Kinéztünk egy kempinget. És akkor, hát ugye végig sátras szállás van tervezve. De az Erika nagyon hajlik arra, hogy esetleg ha van, akkor bungalót. Ha van üres, hát majd meglátjuk, nem tudom. Minden esetre azt azért el kell mondanom, hogy én a sátorban jobban aludtam, mint most az ágyba. Úgyhogy nekem semmi bajom nincs a sátorral. Napközben nagyon meleg, ez az egyik. Ugye ott beszorul az a jó, ez a párás meleg levegő. Ez, ami talán kicsit rossz, amit én nem szeretek. Meg hát azért már nem vagyok 18 éves ezekhez a kis sátrakhoz, hogy kibeugráljak. És talán ez a két dolog, ami kicsit így zavaró, de simán elviselem. De ha Erika úgy akarja, akkor bungaló lesz. Ha lesz persze, természetesen szabad. De ki tudja. Még az is lehet, hogy panzió vagy szálloda lesz belőle. Még ezt is el tudom képzelni. 5 csillagos szálloda? Tehát jó lesz, kevesebb is csillag. Azt mondja, jó lesz a 4 is. Na most, amit kempinget néztünk, nem is tudom, Castrum Camping, néztünk egyet így a neten. Este, ahogy láttam, annak nincsen például a strandja. Talán medencéje van, de hát majd legfeljebb megnézzük itt, hogy el lehet jönni a partra, vagy nem tudom, hogy Szabastrand van Keszthelyen, vagy fizetős. Ja, majd kiderül. Ha olyan van, úgyis rögzítem és mutatom. Ezt nem hiszitek el kell mondjam. Ugye mondtam a túr elén, Erikának kutyafóbiája van. Hol álltunk meg inni? Egy kutyastrand mellett. Minden paja van neki, szegénynek. Tehát ez a keszhelyi kutya és piknikkert. Ma isszuk a frissítőt, és ott van a sok kutya. Egyébként nem vészes. Na, úgyhogy nem vettük észre. És kutyás strand. És ugye ők átjárnak ide a büfé részre. És itt álltunk meg. És hát, ugye az Erikának kutyafóbiája van. Csak úgy jártak a szemei, de kibírta. Ráadásul akkor derült ki, mikor már kikértük a üdítőt meg a sört. Na, meg volt a kis frissítő, jó esett. Nagyon jó lángos illat volt, megkívántuk a lángost. De nem vettünk, mert nem akartunk ott a kutyák miatt többet időzni. De lehet, hogy ma eszünk valami lángost valahol, mert megkívántuk. Keszhelytől vagyunk, továbbra is pár kilométerre lassan érünk be. Nem tudom, mert mondtam, annyira Keszhelyen nem vagyok ismerős, de ez lenne talán a keszhelyi strand. Úgy néz ki, mert strand az biztos. K-
Kezd hely, Helikon strand. Igen. Akkor meg is pillantottuk a Balcsit. Keszthely szélén vanunk beérve. Ezt fogad így minket. Ugye itt vagyunk a Balatonnak a nyugati oldalán. Az már holnapi távunk ott. Az igen, szép helyen megy a kerékpárút. Az gyönyörű. De Balaton körút jobbra van. Aha, mi elmegyünk jobbra. Pedig az milyen szép ott arra. És most már teljesen fúrra beértünk a Keszthelyi Balaton partra. És itt vagyunk a Keszthelyi Balatonparti sétányon. Amit mi eléggé vártunk, mert nem jártunk még itt. Hú, és nincsenek sokan. Azt tapasztalom, hogy kevesen vannak itt. Hú, szép. Oda is kimegyünk. Na, ez tetszik. Ez igen. Kötelező fotózkodás megtörtént. És gyűlnek a felhők, Erika, nézd meg. Hát fúj a szél, nem? És a szél is sokkal erősebb. Mindjárt kimegyünk oda. Úgyhogy egy kis Keszthelyi városnézés következik. Én nem tudom, meglepően kevesen. Én több emberre számítottam. Mindegyik település nyüzsgött az emberektől. Itt valamiért most, nem tudom, vagy ebédidő van, mindenki kajál. De nézzétek meg, meglepően senki. Tudtunk normálisan fotózkodni a Keszthelyen, itt táblánál is, fotópontnál. Pedig Balaton az a legfelkapottabb fotós hely. Na, kijövünk egész ide a Spiczre. Ó, de fúj a szél. Na, akkor egy kis körpanoráma. És fodrozódik a Balcsi, mert nagyon rájött a szél. És fut ki a hajó is. A Kablány. Valahol a kempingünk, amit kinéztünk, az arra van. Szemben a Keszthelyi hegység. Az is egy nagyon jó kis bringás hely. Ugye azt mi most kihagyjuk. De az is megér több napot. És remélem hallani, amit mondok, mert rohadtul fúj a szél. És akkor ott jöttünk be ide. És hát tiltótábla nincs. Mindjárt kinézek oda is. Na, bejöttem ide a kis kikötőhöz. Nagyon szép a víz, tetszik innen. We'll be right back.
repülőből már tartunk vissza, és hirtelen milyen sokan lettek. Mikor ide jöttünk, talán találkoztunk két emberrel, de most már lehet, hogy a hajóindulás miatt van ez. Egy épp nem indult hajó. Nagyon kezd beborulni, és egyre nagyobb szél van, viharjelzés, egyes számú is van. Megpróbálunk valami szállást keresni, ma éjszakára is meglátjuk, mi lesz. De még eljöttünk a sétánynak erre a részére is. Mik ezek? Vízi bicikli, csak ilyen dodgyam alakúak? Na, megérkeztünk a Keszhelyre, a kempingbe. Elég nagy pangás van. Ez mind üres hely. És ide fogjuk felállítani a sátrunkat, ilyen árnyékos helyre. Hú, de jó árnyék, jobbról balról. És szemben, itt ha átnézünk, akkor lesz áramunk is. Úgyhogy rá tudjuk dugni a töltőket, onnan meg rálátunk. Azért nem jöttünk ide, mert attól félünk, hogy ez éjszaka azért világít, és sok lesz itt a bogár lámpa körül. És inkább átjöttünk erre az oldalra, meg itt azért tényleg jó árnyék van. Erika elment közbe elintézni a papír dolgokat. Úgyhogy nekiállok és állítom fel a sátrat. Itt vagyunk a Keszhelyi Custom Campingbe. Mindjárt mutatom, hogy hol állítottuk fel a sátrat. És valahol ott hátul van a sátrunk. Egyel arrébb? Hát elég kevesen vannak ebben a campingben. Pedig nem drága. Idáig talán ez lesz a legolcsóbb kemping. Nem tudom, mennyibe kerül. Olyan az 5000 körül lesz. Van egy pici medencéjük. Ott onnan jöttünk. Amelyen akartam emberek pofájába kamerázni. Van egy pici medencéjük. Aztán ennyi, se bungalók, semmi faház. Csak ilyen. De nagyon sok üres rész van. És ilyen szuper helyen vagyunk mi. Kiválasztottuk a leghűvösebbet. Úgyhogy a legutóbbi bejelentkezésem óta eltelt egy olyan órácska. Be is rendezkedtünk. Úgyhogy éjszakát itt fogjuk most tölteni. De még megyünk egy ilyen városnéző túrácskára. Na és akkor ez a bejárata a kempingnek. Ez a Custom, Keszthelyi Custom Camping. Úgyhogy itt szálltunk meg. Úgyhogy most pedig elmegyünk, és kicsit körülnézünk Keszthely városába, megnézzük a főteret, meg a belvárost. 4:45 van, és már sátor áll. Fürödtünk, már hogy a medencébe. Most meg városnézés, meg jó, nem is tekertünk sokat, talán 35 kilométer, tehát egy abszolút nem mentünk sokat. De egy nagyon ilyen füllet levegő van. A nap nem is süt, fúj a szél, de mégis brutál ilyen 32 fok van. És érünk be valami főtérre. Tudni valami központi hely. Balaton Színház, Városháza. Tessék, Keszthelyi Városháza itt van. Jó eset? Igen, ez Keszthely főtere, ahol sok minden látványosság van. Itt van a magyarok nagyasszonya plébánia temploma is. Azt hiszem talán az ott,
és ennek van egy nagyon szép ilyen várpark része, úgyhogy megyünk oda-oda lefele, és akkor ha be lehet venni, akkor bemegyünk, körülnézünk. És itt a templom bejárat. Ez a magyarok nagyasszony, a római katolikus templom, és akkor bemegyünk ide a várkertjébe, amit az oldalába és mögötte található. A templom 1390 körül készülhetett el. Keszthely legrégebbi épülete. Nagyon sok rombolás megélt, és az érdekessége, hogy egy villanyszerelési munkálatok során tártak fel egy csomó freskót. Ez idő alatt tűnt el a templom néhány záró dísze is, jó magyar szokás szerint. Rég a templom oldalról a vártkertből. És itt a várkertben aranyos kis tavacska van. Ilyen vízililiomokkal. Kis hűsítő belefér. És nem azért mondom. Dunakeszi kerékpárúton a fagylalt 400 forint, meg van 500 ér is, egy gombóc. Keszhely főterén 350 forint. Na és akkor indulunk arra irányba. Megnézzük a Festetics kastélyt, vagyis amit tudunk belőle legalábbis, mert nem tudom, hogy oda, nem hiszem, hogy biciklivel be lehet menni. Mindenesetre megpróbáljuk. Keszthelyi sétáló utca. Na, itt a bejárat. Na, és akkor itt vagyunk. Mindjárt megyünk itt egy kört. Az igen. És nincs tiltótávla, hogy bicikliseknek bejönni tilos. Elég impozáns látvány. Tehát ez a Festetics kastély. És nekem tökre tetszik, hogy beengednek ide biciklivel. Tök rendesek voltak, de megengedték, hogy itt átoljuk a biciklit ide. Az igen, ez szép. Továbbra is a Festetics kastély, innen más szögből, a belső részéből a kastélynak. Gyönyörű ez a hely. Sétálunk-e arra el tovább? És egyébként ahogy távolodunk, annál jobban mutat az épület. Jobban be lehet látni az egészet. Pazar nagyon, pazar, ugye szép. És ha tovább jövünk, ilyen gyönyörű kis tavaska van. Gyönyörűek ezek a fák.
Hát ez nagyon pazar ez a kert. Szóval ez volt a Festetics kastély és a körülötte lévő park, ami 42 hektáros, és hát természetvédelmi területnek minősül, amin nem is csodálkozom. És akkor megyünk, azt nézzünk valami jó kis vacsora helyet. És azt még el sem mondtam, hogy az egész park ingyenes, nincs belépő, csak az épületekbe kérnek belépőt. Oda nem mentünk be. És ami bringásoknak még előny, hogy beengednek biciklivel. Természetesen kultúráltan megyünk, és sokat toltuk, de beengedtek. Na és hagyjuk el a sétáló utcát, a kastélyt, és nézzünk valami jó kis helyet, ahol meg tudunk vacsorázni. Vagyunk a Vitorlás bisztróba, és meg én eszek egy paradicsomlevest hidegen, gazpacho, ez pedig egy eperkrémleves. A jó étvágya telik át. És belefutottunk egy ginbe. Mennyiért? Nem tudom. Jót vacsoráztunk a Vitorlás bisztróba, és el is felejtettem felvenni utána, paradicsomleves után egy barbecue-s tarját ettünk, Erika meg valami csirke mellett, és egy kaja után lejöttünk ide, még a Keszthelyi Balatonpartra kicsit romantikázni, úgyhogy zárom a mai napot ezzel, elköszönök már a tőletek, nagyon jó kis kempingben vagyunk, úgy néz ki, úgyhogy megyünk vissza aludni egyet. Azt gondolom, nagyon szép napot zártunk. Ilyen nagy kilátókon nem voltunk. Talán kevesebbet szerepelt ma a Balaton. Olyan helyeken jöttünk. Annyi hiányérzetem van, hogy még a Balatonról nagyon keveset mondtam így el a filmben. Úgyhogy ezt még mindenféleképp fogom pótolni. Na jó éjszakát nektek. Sziasztok!